az intenzív core training nálam egy nagyon egyedi rendszer szerint épül fel. Igazából abból nőtte ki magát, hogy a különböző funkcionális óráimban mindig csináltam kis blokkokat, amit nagyon-nagyon élveztek a vendégeim, akár a TRX órákba, a köredzésekbe építettem be, ilyen kis 4 perces blokkokba, vagy saját testsúllyal végeztük őket, vagy bármilyen fitness eszközzel. Ezek a 4 percek úgy épültek fel, mint egy klasszikus interval tréning, amiben meghatározott ideig ugye dolgozunk, ugye munkát végzünk, a feladatokat, és meghatározott ideig pihenünk. Aki eljön hozzám, az ne arra számítson, hogy egy klasszikus gerinctornán fog részt venni, hanem hasonlóan, mint egy interval tréningen. De mivel időre dolgozunk, ezért tud akár egy idősebb is, vagy egy olyan, aki valamilyen rehabilitációból jön vissza, vagy van valamilyen sérülése, vagy esetleg csak nem olyan gyors mozgású, mint mondjuk egy másik ember, együtt mozogni így a csapat, egy fiatal és akár egy idős is, mivel én csak az időt határozom meg, hogy 45 másodpercig van mondjuk egy nagyon egyszerű gyakorlat, mondjuk egy guggolás vagy egy fekvőtámasz, mindenki annyit végez el az adott idő alatt, amennyit csak tud. Tehát mindig nagyon-nagyon színes az óra, használjuk a saját testünket, vagy különböző, tényleg nagyon egyszerű fitness eszközöket, akár a nagy labdát, ugye a fitbolt, kis labdát, ami ugye csak elasztikus, vagy olyan labdát, aminek mondjuk van már egy kicsi súlya, csak ugye nem súlyzó formájú, vagy a különböző gumiszalagokat, amivel igazából mindegyik eszközzel az alsó testünket, felső testünket mindent tudunk edzeni. És nem csak erőkifejtést tudunk, tehát hogy erőgyakorlatokat végezni velük, hanem akár kardió jellegű gyakorlatokat is. Úgyhogy igazából nincs benne határ. Szoktam mondani, hogy vérbeli családanyák és családapák járnak hozzám. Nagyon szeretnek járni akár házas párok is, ez a külön kis én idejük, ezért mindig nagyon-nagyon hálás vagyok, vagy szülő-gyermek párokban is. Úgyhogy tényleg nálunk mindig minden óra ilyen nagyon-nagyon családias hangulatban történik. Nyugodtan tényleg bárki jöhet, főleg azok is, akik még előtte semmit nem mozogtak akár életükben, vagy nagyon sokszor jönnek vissza olyanok, akik mondjuk szültek 1 gyermeket, 2 gyermeket, és mondjuk nagyon-nagyon sok időt kihagytak. Vagy olyanok is, akik egy időre akár a munkájuk, vagy bármi miatt abba hagyták ugye a sportolást, és ugye újra emlékeztetni kell a testünket, az izmainkat így a mozgásra, tehát hogy szépen lassan el tudják kezdeni. Pont ezért is van, hogy időre dolgozunk, hogy mindenki a saját ritmusában, az edzettségének megfelelően tudjon mozogni. Hát, hogyha belegondolunk, bármit is csinálunk, az valahogy ebben a pózban történik. Tehát ha a számítógép előtt vagyunk, vagy vezetünk, vagy tanulunk, vagy akár csak egy fodrász, tehát hogy mindenki ebben a tartásban van, és ugye azt kompenzálnunk kell ezekkel a gyakorlatokkal. És azért milyen nehéz heti 1 órában, vagy 2-3 órában kompenzálni a napi 8 órás munkánkat, és hogyha mondjuk még hazamentünk, és csak porszívózunk, és csak főzünk, az is mondjuk ebben a testtartásban van, úgyhogy tényleg bárkinek ajánlom. Rengeteg jótékony hatása van akár egy core trainingnek, de azt mondom, hogy egyébként bármilyen mozgásnak. Alapvetően ugye nagyon sok mindenki küzd azzal, hogy a nyaka, a válla, a gerincének bármelyik része, vagy akár a csípőjében különböző, hát sajnos ugye fájdalmakat érez. Ezekkel a mozgásokkal gyakorlatilag ki tudjuk vinni már csak a napi stresszt a testünkből, mert hogy az izmaink, az izületeink rengeteg stresszt tárolnak. Tehát maga energetikailag is egy fantasztikus élmény, egy felszabadulás ugye a testünknek a mozgás, és még ugye mellette erősítjük is ugye az izmokat, ezáltal javul a tartásunk, nem az az érzésünk van, mint amikor ugye szorongunk. Hogyan reagál a testünk arra, amikor eleve szorongunk? Előre esik a vállunk, nincs kinyitva a mellkasunk, nem lesz helyes a légzésünk, tehát már azzal, hogy ugye javul a tartásunk, javul a légzésünk, és ezáltal gyakorlatilag hatalmas sikereket lehet elérni, ha már csak helyesen lélegzünk, fiatalodik tőle a testünk.